Szabadi István képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház! A Mi Hazánk mozgalom elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért nem értünk egyet azzal, hogy a kormány a nemzeti vagyon részét képező természeti környezetet rövidtávú gazdasági érdekeinek rendeli alá, sajnos látunk erre számos példát. Az egészségügyhöz és az oktatásügyhöz hasonlóan 2010 óta a környezetvédelemnek nincs önálló minisztériuma, de a terület irányítása több tárca között oszlik meg, 2017-től pedig az önálló zöldhatóság szerepét a kormányhivatalok vették át, amivel még átláthatatlanná vált az amúgy is meggyengített környezetvédelem. Az elektromos vezetékek mentén évente védett madarak százezerei pusztulnak el áramütés miatt, a természetvédelmi kár meghaladja az évi 1 milliárd forintot. Az ilyen madárbalesetek visszaszorítása érdekében jött létre 2008-ban az elosztói engedélyesek, a kormányzat és a civil szféra között az akadálymentes égbolt megállapodás. Ebben az engedélyesek vállalták, hogy az épülő új elektromos szabadvezetékeket minden esetben a madárvilág biztonságát figyelembe véve építik meg, ami a természetvédelméről szóló törvénybe is bekerült. A korábban épült madarakra veszélyes vezetékek madárbarát átalakítását 2020. január 31-ig kellett volna befejezni, de a munkálatokra 12 év sem volt elegendő, ezért a határidőt 2030-ig hosszabbították meg. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy az engedélyesek hol tartanak a szabad vezeték hálózat akadálymentesítésével, a munkálatok miért nem készültek el az eredeti határidőre, a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentésért cserébe tettek-e engedményeket az áramszolgáltatóknak az akadálymentesítés alól, a határidő csúszása miatt okozott természetvédelmi kárt behajtották-e rajtuk. Kérem szíves válaszát, tisztelt államtitkár úr, köszönöm szépen. Farkas Sándor miniszter helyettes úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Magyarországon a középfeszültségű szabadvezetékek hálózata több mint 53 ezer kilométert tesz ki, tehát az egyenlítőnél is jóval hosszabb, és ez megoldandó feladat mindannyiunknak. E vezetékek természetesen nem azonos mértékben veszélyesek a madarakra, tekintettel arra, hogy a vezetékek madárbarát átalakítása rendkívüli erőforrás igényes, az áramszolgáltatókkal együttműködésben már a kezdetektől priorizáltuk, a madárvédelmi szempontból legfontosabb területeken kezdtük meg ezt a munkát. Ennek eredményeképpen a Hortobágyi Nemzeti Park törzsterületén és a Borsodi Mezőségi Tájvédelmi Körzetben lévő szabadvezetékek földkábelbe fektetése, illetve madárbaráttá tétele már megtörtént. Továbbá a túzokvédelem szempontjából legfontosabb vezetékek többsége 110 kilométerből 85 kilométer Kiskunságban, Hanságban és Dévavárnya környékén már a földbe került. Az áramszolgáltatókkal évente több egyeztetést folytatunk a legjobb technológiákról, amelyeket ezután belső szabályozással rendszerűsítenek és a gyakorlatban is alkalmaznak. 2023-ban több mint 200 gólyafészeknél végezték a gólyák biztonságát szolgáló beavatkozásokat, és 8 olyan hulladéklerakónál alakították át madárbarát módon a vezetékeket, ahol korábban tömegesen szenvedtek áramütést a gólyák. 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés nem változtatott politikánkon, továbbra is elvárjuk az áramszolgáltatóktól, hogy tegyenek meg mindent a madárvilág biztonsága érdekében. Tájékoztatom, hogy az akadálymentes égbolt megállapodás keretében tett vállalások önkéntesek, jogilag nem kötőerejűek, az eredetileg kitűzött határidő csúszás miatt kártérítést tehát nem lehet behajtani az áramszolgáltatókon. Tisztelt képviselő úr, különben is az első megjegyzés, amikor több milliárdról szólt kártérokról, azt túlzásra tartom személyes megjegyzésként. Köszönöm szépen!